Hát ez most próba lesz itt telefonnal, de meglátjuk, milyen lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó nem más lesz, mint a Percy Jackson sorozat harmadik részéről, így a véleményem, reakcióm, valahogy így. Kevésbé élőben, mint az előzőnél, mert mindegy, ezt már nem úgy néztem. De fölírtam magamnak, hogy mik azok a pontok, amiről a harmadik rész kapcsán szeretnék beszélni, úgyhogy vágjunk is bele. Nagyon tetszett egyébként, így előre mondom, hogy nagyon tetszett nekem a harmadik rész is, szóval eddig abszolút elégedett vagyok az egész teljesítményével a sorozatnak, amit hoz, meg amit csinálnak. Ebben a harmadik részben sokkal több változtatás volt, ezt viszont megjegyzem. Viszont szerintem nem voltak rosszak a változtatások, és jól álltak amúgy így összességében egyelőre a sztorinak, ezt meglenni. Oké, az egyik, ami nem ez a rész, de hogy azután vettem észre, vagy hívták fel a figyelmemet nekem is, hogy megnéztem, vagy felvettem a videót az első két részről, az pedig az, hogy ugye Chiron-nak az az álcája, hogy kerekesszékben van a ló fele, amikor emberi alakban van, és megcsinálták a filmben, hogy ez nem csak simán álca, hanem tényleg az egyik hátsó lábán, hogyha esetleg újra nézitek, látszik, hogy nem sínbe van, de hogy ilyen fém szerkezet van a lábán, amivel az a vicces, hogy Rick Riordan ki is posztolta, hogy ez egyébként kánon a görög mitológiában, hogy egyszer meglőtték Chiron lábát, és ezért sántít, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép upgrade volt a könyvbeli verzióhoz képest, ami nekem itt tök tetszik, hogy ezt is belevonták, hogy ez a kerekesszék nem csak tényleg álcának van, hanem azért, mert tényleg sántít Chiron lófele. Oké. A másik dolog, amit én az első két rész után annyi embert láttam erre panaszkodni, és nem értettem miért, mert én emlékeztem, hogy a könyvben is így van, de hogy mindenki azt mondta, hogy mert hogy Percy megkapta a questet, vagy mi a küldetést, és hogy nem is a jós adta neki. Én meg így ültem, hogy de az első részben a jóshoz csak azután megy, hogy elmondják neki, hogy el kell mennie Zeus villámáért. Tehát, hogy nem is értettem, ez az egész honnan jött, hogy a jóshoz kell először menni. Mert gyakorlatilag majdnem az összes könyvben előbb mondják ki, hogy küldetés lesz, és utána mennek a jóshoz. Sőt, gyakorlatilag mindig ez van, kivéve a harmadikban, amikor a jós jön oda hozzájuk. Tehát, hogy így ezt az egészet nem is értettem, hogy honnan jött, hogy előbb kell menni a jóshoz. Mindegy, a harmadik rész azzal indított, hogy Percy elment a jóshoz, föl a padlásra. És ezt egy pillanatra én el is felejtettem, hogy amúgy nem is mondja el Chironéknak a teljes proféciát, ugye az utolsó két sort azt úgy tesz, mintha elfelejtette volna. És hát végül is kiválasztotta Annabeth meg Grovert, az egyébként egy nagyon menő volt, hogy kiválasztotta Annabeth, hogy ő majd lelöki a lépcsőn, hogyha kell. Volt egy ilyen nagyon rövid rész, amikor láttuk a pegazusokat, az nekem nagyon tetszett, mert mint tudjátok, hogy lovakkal engem abszolút le lehet nyűgözni, és ennyi kell a boldogságomhoz, szóval pegazusok. Aztán, ami nekem már a trailerben is egy kicsit furcsa volt, most így jobban láttuk Táliának a fáját, meg ugye Percy megismerte Tália sztoriát. Nekem Tália fája annyira meh egyébként a sorozatban, mert itt, hogy valahol értem, hogy egy kicsit ilyen, oké, rendes, ott áll a kis fenyőfa határon, csak olyan, az jó nyilván, ez most nem egy ilyen nagy kritika az izé felé, nekem annyira nem tetszik, hogy megoldották a fenyőfát, de hogy így áll a dombon, nem is látszik igazából annyira, hogy ez egy domb. Én mindig valahogy úgy képzeltem, hogy jön a domb, és a domb tetején van. Itt meg nem annyira úgy jön ki. És valahogy én egy sokkal nagyobb, zöldebb fenyőt képzeltem el, meg eleve az, hogy körülötte van sokkal több fa még. Itt meg így áll a kis, ilyen csenevész kis fenyőfa, mint amilyenek mi a mi karácsonyfáink szoktak lenni, és így kicsit ilyen na mindegy. Ott egyébként az a beszélgetés, amit Percyék lenyomnak, az nagyon vicces volt. Percyben nagyon előjött a Percessi a harmadik epizód alatt, mert itt annyira már nem is ezt az infodumpot kapta, hogy mindenki csak mindent mond neki, meg így, hogy mi az Isten történik, hanem most már így elkezdett belőle följönni ez a rage, a dű az istenek, a görög istenek iránt, hogy miért ilyen, mi erre a szép szó, miért olyanok, amilyenek, maradjunk ennyiben, és így nagyon kijön belőle a pimassága most már. Szóval, hogyha valakinek az volt a probléma, hogy az első két részben annyira ez nem jött ki, most már túl van az első sokkon, most már jön belőle ki a dühös
Pimasz 12 éves, amit sokan szeretnek benne. És akkor ami változtatás volt a harmadik részben, az ugye ez, hogy az Alektóval való beszélgetés Annabethnek, meg az egész medúzás rész, ugye ez volt a medúzás epizód, az egész medúzás rész teljesen, szóval ez az egész rész teljesen máshogy zajlott le, mint a könyvben. Amit nem mondok, hogy bánok. Egyrészt az Alektós beszélgetés szerintem tök sokat hozzáadott így a múltbeli részéhez is, ugye amikor Táliával menekültek a nebeszék. Oké, a busz nem robbant föl, meg Percy nem szólt a Zeusnak, ami ott ugye az egyik kulcsfontosságú momentum, hogy Zeus ráküldi a villámot a buszra. Viszont tök tetszett, hogy Annabeth ott így állt, hogy milyen édességet vigyen a többieknek, ami szerintem cuki volt, meg szerintem adott hozzá a sztorihoz, hogy ott egyezkedt, vagy a Lektó próbált vele egyezkedni. És ugye jött a medúzás rész, ami a könyvben úgy van, hogy nem tudják, hogy medúzához érkeztek. Ami oké, okay, viszont nekem sokkal jobban tetszett, hogy Annabeth gyakorlatilag egyből levágja, hogy ja, ez kő, szobrok, emnéni, és mint a téni gyermeke összerakta kb. 15 másodperc alatt az egész dolgot, ami szerintem egy logikus következtetés volt, és ugye nem úgy mennek be Medúzához, hogy jaj, ő nem szörny, hanem úgy mennek be, hogy na most ebből mi lesz, de hogy inkább ő, mint hogy Alektó, mert hogy közben Alektó még üldözi őket. Ugye ez egy nagy változtatás a könyvhöz képest. Viszont nekem tetszett az egész, ahogyan, de szerintem nagyon sok más ember is elmondta, hogy az egész, ahogyan Medúzát kezelték, és Medúza is ajánlott Percynek ilyen alkut, hogy változtassák kövé a másik kettőt, és menjenek külön. És ugye pont ez volt a lényeg, hogy szerintem, tehát hogy amúgy nem akarták volna megölni Medúzát feltétlenül, hanem Percy is azért mondta azt, hogy oké, akkor lépünk, mert hogy meg akarta vele öletni a társait, ami ezt váltotta ki belülük, és ő ezt ugye nem akarta, és akkor innentől már egymásnak támadtak. Szóval nekem itt tetszett ez a változtatás. Elvileg itt is volt Rick Riordan cameo a háttérben, csak én azt csak utólag láttam, amikor beküldték. És nagyon cuki volt ez a kis bondingolós pillanat, amikor ezen, hogy nem árulták el egymást, ezen így kicsit látszódott, hogy kezd a kis triónknak a kapcsolata erősödni, mert ugye Annabethnek is, meg Percynek is ajánlott egy-egy szörny alkút, és egyikük se adta föl a többieket, hanem cserébe megöltek valakit. Milyen cuki! Igen, meg volt az ikonikus jelenet, ezt nem hagyták ki, ugye, amikor Medúza fejét fölküldi Percy az Olymposzra, és Lin-Manuel Mirandával zárta. Én nagyon szeretem Lin-Manuel Mirandát, nekem nagyon tetszik, hogy ő lett Hermész, és ő megy fel az Olymposzra a 600. emeletre a rész végén, ez nekem nagyon tetszett. Amit egyelőre hiányolok még, nem tudom, hogy ez egy ponton pótolják-e, vagy hogy lesz, viszont még senki nem mondta el Percynek a kardjának a nevét, meg az eredetét, és hogy miért lényeges árapály. Szóval én ezt még várom, hogy ez megtörténik-e, vagy sem, mert egyelőre csak úgy egy tollkartként van kezelve, és így nem tudom, nincs nevén nevezve, meg ilyen, ez az egy, amit én még hiányolok egyelőre. Azt láttam még, hogy sokan panaszkodnak, hogy mert milyen gyorsan véget érnek a harcjelenetek, ami őszintén, amikor én legutóbb újraolvastam a Villámtolvajt, olvasva is ugyanaz volt az érzetem, hogy amúgy gyorsan lemennek a harcjelenetek. Tehát, hogy így konfliktus fölépül, de hogy maga a harc, az nem tart sokáig. Azért tart sokáig, mert amit kb. Egyből meg lehet jeleníteni filmen, ugye? Tehát minden ott van, és egyszerre be tudod fogadni. Az több sor leírni könyvben, szóval max. Ezért tart tovább egy-egy harcjelenet, de hogy amúgy maga a harc része nem. Szerintem legalábbis. Szóval ezek nem voltak hosszú harcok. Az árészos volt hosszabb, meg talán a kimérés. De az is a jelenet volt hosszabb, nem a harc része maga szerintem. És a következő rész a kimérés lesz. Úgyhogy amire ott kíváncsi leszek, hogy hogyan oldják meg, hogy Rick Riordan elfelejtette, hogy az ív, amire felmennek, az nem a folyó fölött van, hanem egy ilyen 200 méterrel odébb. De érdekes lesz látni, hogy ezt megmásítják a valóságot, vagy valahogy máshogy oldják meg, hogy Percy a vízbe essen. Úgyhogy ez volt a harmadik rész, nekem továbbra is nagyon-nagyon tetszik.
Kíváncsian várom a folytatást. Még nagyon sok Percy Jackson évadot szeretnék. Úgyhogy tömören nekem így, tömören nem volt annyira tömör egyébként. Nagyjából akkor ez így a harmadik rész, és akkor egy hét múlva jön a következő részről az összefoglalom véleményem, és remélem, hogy így a telefonos felvétel nem lesz teljesen kuka, mert most telefonnal vagyok. Kommentben pedig mondjátok el, hogy nektek mi volt a véleményetek a harmadik epizódról. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!